finomabbnál finomabb ételektől roskadoznak ezek a tányérok. A bennük lévő kalóriát azonban sokan nem számolják. Karácsony környékén rendre többet fogyasztunk az ideálisnál, télen pedig egyébként is jellemző a magyar konyhára, hogy magasabb energiatartalmú étkezések vannak, miközben kevesebbet mozgunk az átlagosnál, nem csoda hát, hogy könnyebben felszaladnak a plusz kilók. Ezért van az, hogy az ünnepek utáni időszakban minden évben sokan vágnak fogyókúrába. A 35 perc című műsorunknak nyilatkozó dietetikus szerint ennek első lépése az, hogy az érintett érezze problémának a felszedett túlsúlyt. Először mindenkinek magának tudnia kell, hogy mi az a testsúly, amit ő optimálisnak gondol, amit fönn tud tartani hosszú időn keresztül, és akkor kapjon még észbe, amikor még csak néhány kilóról van szó, és nem amikor 10-15-20 kilóról, onnan már sokkal nehezebb visszamozdulni. Tehát, hogy ő maga lássa meg a problémát, utána egy reális célt kell kitűzni, feladatokat megfogalmazni, érdemes szakemberrel konzultálni, hogy mi lesz ennek a legegészségesebb módja, érdemes a családot, a támogató környezetet bevonni ebbe a feladatba, annál sikeresebb lesz a folyamat. Erre persze sok időt is kell szánni. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy bár ma már rengeteg módszer közül lehet válogatni, némelyik veszélyeket is hordoz magában. Hozzátette, az egészségmegőrző táplálkozási szokások kialakítása a legfontosabb, hiszen csak akkor lehet megtartani a kívánt testsúlyt, ha az ember feltérképezi a korábbi hibákat és kijavítja azokat. Mindeközben az edzőtermek is megtelnek januárban, sokan szabadulnának meg mozgással a nem kívánt kilóktól. Kicsák Marian elmondása szerint a felnőtteknek hetente 2-2,5 óra közepes intenzitású testmozgás, és napi 10 000 lépés lenne az optimális, igaz, télen ez nem tartható teljesen. Legalább azért 5-6 000 ilyenkor is legyen, és gyalog közlekedni a városban, a munkahelyen minél inkább lépcsőt használni. Tehát ezek az apró praktikák, amelyek hosszú távon nagyon-nagyon sokat jelenthetnek. És a sporttal kapcsolatban, a testmozgással kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy inkább olyan mozgásformát válasszon mindenki, amiben némi öröme van. Tehát ha valaki nem szeret futni, akkor ez elég kemény lesz, és nagyon rövid ideig fogja fönntartani ezt a mozgásformát. A dietetikus hozzátette, annak is oda kell figyelni az étkezésére, aki rendszeresen mozog. Illetve fontos az is, hogy mindig lassan, nyugodt körülmények között tegyünk, hogy öröm legyen az étkezés.